Nyugat-Nógrádnak a helytörténetét kutatom már idestól a 60 éve. Nos, igazán örülök, hogy eljöttünk Diósjenőre, és hát én arra szeretnék itt most vállalkozni, hogy Diósjenő történetéről néhány érdekességet elmondjak, és hát sajnos így kevés az időnk, hogy mindent nem mondhatok el, amit szeretnék, de hát remélem, hogy lesz még majd alkalom és kedvet találunk arra, hogy kedvet kapnak arra, hogy még egyszer ellátogassanak. Most hát, hogyha erre a képre nézünk, akkor talán mindenki azt mondja, hogy magától értetődik, hogy ez a térség mindig is lakott volt az őskortól kezdve, mert hogy már az ősember számára is minden kedvező feltétel adott volt. Ugye a hegyek védelmet nyújtottak, állattal, fával látták el, táplálták, gyümölcsei egészítették éhét, a kis hala, illetve tava hallal táplálta, és hát volt egy kis mezőgazdasági terület, de hát mindig minden feltétel adva van ahhoz, hogy itt meglegyen az életnek a feltételei. És hát, hogyha ránézünk a térképre, ezekről a hegyek nevéből sejthetjük azt, hogy itt a különböző korokban éket élénk élet zajlott, hiszen ilyennel találkozunk, hogy Csevár, Pogányvár, Cigányvár és Kámorvára. Különböző korokból, egészen a késő bronzkortól kezdve a középkorig voltak különböző nagyságú telepek is, és várak ezeken a helyszíneken. És hát természetesen, hogy a másik nevezető a tó. Már 1299-ből van adatunk róla, akkor egy határjárás írja le. Minden bizonnyal akkor egy kisebb méretű tóról volt szó, akkor úgy nevezték, hogy a patkányok tava. Akkor még ez a gát nem létezett, ugye ez csak a Schwab Sándorné, a legutolsó földbirtokos építette ezt a völgyzáró gátat és duzzasztotta fel a medencéjét. Kicsit följebb a Karant felső folyásában. Hát itt természetesen azokkal értünk egyet, akik azt mondják, hogy így volt. De én ezt pont emiatt
komolyan is gondolom, anyagot használják fel ruha készítésre, amit ők maguk állítottak elő, hanem a vett ruha, a vett anyag is szóba jöhetett. Szép tarajos féketőbe. Páncikás. És a másik különlegesség a fehér hímzés. Ugye a fehéren fehér, ez a legősibb, valamikor a gyász színe is a fehér volt. És nagyon érdekes, nagyon híres hímzőasszonyok voltak. Nagyon gazdag motívumkincse van itt a diósenői fehér hímzésnél. Több százféle motívumot sikerült összegyűjteni. És hát megfigyelhető a színesedés folyamata, mert körülbelül a 30-as években jelenik meg a piros, a fehér alapon piros szín, elsősorban a farkas puszlikoknak a hátív vonalába, és aztán a 40-es, 45-ös években színesedik tovább. Szeretném megkérni a csoportot, hogy röviden mondjanak el pár lényeges dolgot a csoportról, a csoport működéséről és azt, hogy honnan megjöttek, vagy pedig akkor nézzük a Bergényeket. Bergényei Fekete Szószóló Tér. Hogy Szilvia vagyok, és akkor
kicsi kötődésem van ide diós jelölhözés, hiszen a helyi iskolában tanítok. Dréget Palánkra pedig nagy szeretettel szoktuk mindig gyerekeket küldeni, akik nagyon jól érzik magukat a táborban. Mi amikor megalapult 10 évvel ezelőtt a Caritas, 3 területet jelöltünk meg, ahol tevékenykedni szeretnénk. Az egyik a betegek lelki gondozása, ez jelenleg is folyik, és a 10 évvel ezelőttihez képest annyit változott a helyzet, hogy már kórházi betegápolást nem végzik a Caritas csoport testvérei, mert aktív nagymamák és a családjuk többet igényel belőlük, de helyben a faluban jártak a betegekhez. A másik csoport, mi akciócsoport néven nevezzük meg, akik a rendezvényeket szervezik, előkészítik, mert fontos dolognak tartjuk és tartjuk, hogy helyi intézményeket támogassunk. Az elmúlt 10 évben már jótékonysági rendezvényeket szerveztünk az iskola, óvoda, öreg otthon javára, tehát azt gondolom, hogy elég tevékeny csoport vagyunk. Az utóbbi években pedig azt találtuk ki, hogy Erzsébet napon jótékonysági vásárt tartunk, ahol adventi koszorúkat és egyéb adventi dísztárgyakat, kellékeket árusítunk, amit természetesen a szegények javára fordítunk aztán. Ezen az Erzsébet napon már jó pár éve hagyománnyá vált, kalácsot osztunk az Erzsébet kenyérre emlékezve, és ezzel köszönjük meg a Vadkerti Hívek támogatását, amely jócskán kapunk, hála jó Istennek, akár segítőkezek, akár anyagiak formájában, mert a 10 év alatt nem kellett visszautasítani kérést. Tehát valahogy mindig úgy alakult a sorsunk, bár előfordul sokszor, hogy üres a kassa, de mindig arra gondolunk, hogy a Jóisten majd is megoldja helyettünk ezt a problémát, és tényleg meg is szokta. Úgyhogy még kérést nem kellett visszautasítani, talán egy eset volt a 10 év alatt, amikor azt mondtuk, hogy nem tudunk segíteni, de ennél. A harmadik csoport pedig az ügyes kezek kézi munkacsoportja, akik ugye a vásárokra, meg a jótékonysági rendezvényekre gyönyörű kézi munkákat készítenek. A problémánk, amit az előbb is kérdezett, hogy a 10 év már elég hosszú idő ahhoz, hogy kicsit kifogyunk az ötletekből, tehát most úgy érzem, én is, mint csoportvezető, meg talán a csoporttagok is, hogy valami megújulás szükséges lenne, és ezért is örülünk többek között az ilyen alkalmaknak is, ahol sok mindent hallunk másoktól, hogy talán majd új inspirációkat kapunk mi is a továbbiakhoz. Meg természetesen a Jóisten segítségét is kérjük, hogy lehetőségünk legyen segíteni. 16-an vagyunk a csoportban, és örvendetes, hogy a 10 év során azért úgy évenként egyel-egyel, de mindig nő a létszám. Ebből adódik, hogy aktívak tudunk lenni, mert azért mindig vannak olyanok, akik ráérnek. És az élet 100 területéről jövünk, tehát nagyon sok információnk van így a faluban élőkről, illetve már ez a 10 év azért lehetőséget adott arra, hogy megismerjük a község lakóit, és a bizalmukat is elnyerjük. Tehát az utóbbi 4-5 évben már bennünket keresnek meg azok, akik segítséget kértek és mernek kérni. Az első évek azért arról szóltak, hogy mi térképeztük fel azoknak a körét, akik esetleg rászorulhatnak a segítségre. Röviden talán mennyit a működésünkről. És köszönjük a meghívást, mert nagyon sok lelki töltetet ad az atya beszéde is, meg egyáltalán ez, hogy itt lehetünk felkekkel belül. Köszönöm. Szerintem, ahogy itt hallgatom a beszámolókat, mi vagyunk a legfiatalabb csoport, mi április 20-án
27-én alapultunk, úgyhogy még egy évesek sem vagyunk. Úgyhogy én igazából az éves teendőinkről tudok beszámolni. Áprilisban alapultunk. Július elején van a Kálvária búcsú a faluban, amikor előző vasárnap van a búcsú, és előző este szombaton a karitás csoportunk előadott egy színdarabot, ami nagyon jól sikerült. Aztán meghívtuk a gyerekeket szeptemberben, mivel sajnos az egy tendencia, hogy egyre kevesebb gyerek járt templomba. Sajnos hitanosok száma nem csökkent, viszont templomba vasárnapi szentesség nagyon kevesen jönnek, és feladatunkként tűztük ki, hogy próbáljuk a gyerekeket a templomba valamilyen szinten becsalogatni, és egy palacsinta evéssel egybekötve próbáltuk őket jó útra terelni és a templomba hívni. Ezelőtt elfelejtettem, augusztus közepén az alántokokat fogadjuk, akik Esztergomból indulnak, és Mária Pestőre érkeznek augusztus 19-én, ez is a karitás csoport feladata, és az agapékat pedig a Jórádi Szentmiség előtt, az agapék megtartása is, ez is a mi feladatunk volt, és hát a betegeket, időseket természetesen még segítjük. Köszönöm szépen és a meghívást! Köszönjük a bemutatkozást, Kemencei testvéreknek kívánok, hogy ti is 10-20 évig sikeresen felültek egyetemre. Nagy először következik. Rájöttünk, hogy a
azért valaki is szegény, vagy rászoruló, nem biztos, hogy amit én a kezében adok egy csomagolát, hogy ő azzal pont jó méretre, vagy tetszik neki, vagy nem, meg azt is kell nézni az önbecsülést, és hogy nem az, hogy most én úgy gondolom, hogy te neked ez jó tettől. És kialakítottunk egy háznál lelakatot, ahol folyamatosan jönnek a ruhák, sőt olyantól is, aki rászoruló, de már a gyerekei kinőtték a ruhát, ő is elhozza, leadja, és a másik család megjelent. Ennyiben bővült a mi tevékenységünk, és hát a csoportunk az igazából hivatalosan 9 fő, de olyan 3-4-en aktívan csináljuk, sajnos sokat idős tagunk inkább. Hát a fiatalok nem, ugye lopodnak a munka után, tehát azért tud ebben részt venni, aki otthonban jelenik. Ezt csináljuk, a beteg látogatás is megvan, a csoportunknak nagyon aktív tagjai, akik tehát meg valamilyen szinten szentélek megmutatja, hogy hol kell ráadni a rászorulókra. Istenem! Azt gondoltam, hogy nem miattunk.
és nagyon sok ilyen eset volt, ami annyira megerősít minket, hogy így tudjuk csinálni. Én az évek alatt úgy éreztem, hogy én sokkal többet kaptam, és szerintem ebben nem tudnak erősíteni, akik itt ülnek. Sokkal-sokkal többet. Annyi szeretetet azoktól, akiknek azt hittük, hogy odaadjuk azt a kis csomagot, hogy nem tudok elmondani nektek. Nagyon nagy élmények ezek, és mindegy ez nagyon erősít. És ez nagyon szép. Szerintem ezt feltétlenül. Igen, valóban ezek a pillanatok erősítenek meg bennünket. Következik Récsen. Köszönöm, hogy vagyok a Récsen Körökös csoport vezetője. Ekkor a csoportot elkezdi, mivel 2009-ben alakult a csoport, és én a vezetését csak tavaly október közepén vettem át. Hát kisebb nehézségekkel indultak mi működésünk is, de mint a vezető és a helyettesen Gálai Szabó György azt mondta, hogy a csoportunk rögös úton most indul a közösség felé, és úgy érzem, hogy pont egy ilyen alkalom, mint a mai nap is ezt a csoportot megerősíti, mint életben, mint a szíveinkben. Elnézést, elnézést. Tehát mindenképp nagyon fontosan tartom ezt a találkozót, és szeretném megköszönni a Diós Jönnyi vezetésnek ezt a lehetőséget. És úgy érzem, hogy innen mind lelkiekben, mint a szívünkben megegyesülve térjük haza, és ezt otthon csak kamatoztatni tudjuk. Úgyhogy kívánom nektek is, hogy amit mi ma itt éreztünk, azt és ti is vigyétek hozzá a többiek közé, és adjátok el szeretettel. Nagyon szépen köszönöm még egyszer. Szószózóját várjuk ide a tanulókhoz.
Hát nagyon kis, rövid idő alatt alakultunk, 3-4 éve, sajnos a közösség nagyon idős, fiatalok éppen, hogy ötletek benne, csak ketten tudtunk eljönni, mi is a segélycsomagokat gyűjtünk most is, és akit tudunk, segítünk, de mi nagyon-nagyon szegény faluból vagyunk. Úgyhogy mi inkább az imáinkat, de bárki hozzánk fordulnak, mindig segítünk, egy évben 2-3-szor gyűjtést, ez az atya, elosztunk becsülettel, kifiak, sok gyerekesek, táboroztatjuk a gyerekeket, akik külön megköszönök a Caritas csoportnak, mert minden évben tudunk kívülni. Egyre többen szeretnének menni, de hát csak hétfőt lehet egyszerre. Úgyhogy én nem tudok különösebben mondani semmit. Most is 3 fiatalabb, aki már mint ilyen velem egykorúak, nem tudtak eljönni dolgozni. Úgyhogy a többiek meg 70-75 év, úgyhogy csak 13-an vagyunk a Caritas csoportban. Fiatalokat nagyon nehéz megvonni, de hát remélem időben. Mi is megköszönjük a vendéglátást, nagyon szép volt minden, Csabatyának az vicces beszámolóját, prédikáció, csak így tovább, mindenkinek jó egészséget kívánok.
22 éve működünk mi is, úgyhogy nem is tudom, hogy mit mondjak el a 22 évben, hogy mi volt a fontosabb. Tehát eleve először kezdődött ugye a rászorultságom, meg foglalkozunk az idősekkel, nekünk gyengék az idősek, én megmondom őszintén. Mi például olyat is csinálunk, hogyha valaki nem tud eljönni a templomba, és elmegyünk érte, hazavisszük őt, vagy atyának jelezzük, hogy beteg van, menjen vigye a szentséget. Tehát tulajdonképpen mi még ilyeneket is csinálunk. Amellett, hogy a falunak az életében is részt veszünk minden életében, én tagja vagyok a Szociális Bizottságnak, és nagy részben, ami a pénzben még segélyeket, azon keresztül próbáljuk bevenni, mert különböző pénzzel nem rendelkezünk, csak ami ugye a művektől vagy egy adományként kapunk. De viszont természetbeli adományokkal rengeteg segítenek a helyi vállalkozók. Bármilyen rendezvényünk van, a helyi vállalkozóknak mindenféle természetben hozzájárulással meg tudjuk fogni, tehát nekünk segítségünk van. És ezen belül pedig karácsonykor mi is csinálunk, mi úgy hívjuk, hogy agyarcsomag. Az idős, rászorulók, vagy hátrányos helyzetben lévő családoknak egy kis édességcsomagot viszünk, agyarcsomagot. Aki pedig egyedülálló, legtöbb fiú, mi ezt úgy szoktuk nevezni, hogy szingítsomag, mert ezek egyedülálló férfiak. És próbáltuk nekik karácsonyhoz olyan ételcsomagot összeállítani, amit ők maguknak is akkor megmelegítenek, vagy éppen olyan süteményt tenni, amit akkor csak el is esznek és megeszik. Mi is csináljuk a Szent Erzsébet kenyeret, és hát ahhoz, hogy azért ne teljesen bevétel nélkül legyünk, azért három évente szokott lenni várunk, amiből hát megmondom őszintén, a jótékonysági vállalatnak mindig szép hozzadéka van, tehát akkor azért lehet működtetni. És azon kívül pedig nem tudok most kérdelem olyat mondani, amit még csinálunk, tehát a 22 éves tevékenységünk alatt rengeteg volt. Tehát most még elkezdenünk összesorolni, az nektek választó lenne. De kaptunk most is olyan ötletet tőletek, ami biztos, hogy nekünk is jó lesz. Hát ennek a lelki napnak a megszervezése, ugye, mint a Gyurzsi is elmondta, atyától lehet. Volt a évvégi állandó összejövetelünk, és ugye a végén nagyon jól éreztük, mondják, hogy hát ő tartanak karitaszosoknak lelki napot. Jó, abban maradtunk. Aztán mi már belülvettük, hogy hát akkor ez egy komoly dolog volt. Igen, akkor időpontot egyeztessünk. Először csak úgy gondoltuk, hogy itt a közvetlen környezetünkben lévő csoportok részére, de aztán kiderült, hogy hát azért az esperesi terület az egy kicsit nagyobb, mint a közvetlen környezetünk, és hát akkor mondom, hogy kérdezzük meg, hogy egyáltalán érdekli a többi csoportot. És legnagyobb meglepetésünkre mindenki számára olyan pozitív visszajelzést kaptunk, hogy akkor már nem volt parton, semmi felé visszalépés, hanem csak előre, és hát ennek az eredménye a mai nap. Remélem, hogy eddig mindenki nagyon jól érezte magát, és kívánom nektek, hogy a elkövetkezendő pár órában is legyetek együtt velük, aztán vigyétek haza a szép emlékbe, amit itt töltünk a tartalmat. Annyit még hozzátennék, hogy valószínűleg nem én találtam ki, mert mondani. Közvetítő vagyok, és valóban tényleg sokszor szoktam így viccelődni, hogy ezt olyan gondoltam. Tudjátok, azt szokták mondani, hogy valaki hülye és okoskodik, és valaki okos és hülyéskedik. Nem tartom okoskodni, de nagyon szeretek hülyéskedni. Nagy szeretettel kérlek titeket, hogy fogadjátok szeretettel most majd a szentségimádást a József testvérünktől, igen, és utána pedig ugye 4 órakor, tehát 16 órakor lesz az ünnepi szentmise, reményeink szerint a segítést a Atyával együtt tudatjuk a Szentebb Áldozatot. És utána már pedig mindenkinek szeretettel megköszönjük, majd még a Karitász testvérek eligazítanak benneteket, mert nekem még szentmisében van Nógrádon, utána egyes
meg hanem nincs, akkor nagyon jól esne. De én tudom, hogy az egyik motorja a karitáscsoport az egyházközséget kívül, meg a Rózsafűzé társadalaton kívül, aki engem minden testvértől és barátomtól különben felköszöntenek. Nem beszélve a Nilmagról, meg a születésnapokról. Megmondom ezt őszintén, hogy nagyon jól esik az embernek, ilyenkor tényleg mindig úgy. Sem azért, mert mindenkinek szüksége van. Tehát ez egy jól esik dolog. Még belem könnyű dolgokban, mert a születés, akkor a Nilmagról megkívül a terintézetét. Egy napban közben. Azért, hogy csak Pekes nem vagyok, hogy volt egy ismerős, aki nyilvánul keresztelettek, és december 24-én születettek. Mindent el lehetett rendelni. Jó, ez csak zárójel volt. Amit még szeretnék, mert utána én már azért nem nagyon szeretnék szóhoz jutni, vagy csak megköszönni a püspök atyának, hogy majd eljött, meg a kaptestvéreknek is nektek, hogy vigyétek haza valóban a szívetekben ezt a lelki élményt, és azt az imádságot, amit rányomtattunk a Szentképbe, azt minél többször imádkozzátok el, végtelen nagy hazaszeretet van benne, és ugyanakkor tényleg kérlek benneteket, hogy ugyanúgy tudjatok, ezért az országért, azért a népért, a mi édes egyházunkért, és hogy örömteljen legyetek katolikus keresztények, és boldogan vagy az emberek, mert nekik ez a boldogságunk, Krisztusnak a testvérei, Krisztusnak a barátai vagyunk, és ennek a nem mindennapi népnek a gyermekeink, hogy ezt átoljuk a szívünkben, szeretettel is. Tudjátok, egy valami nagyon múlik ennek a népnek a sorsa. Vagy lesznek gyerekeink, vagy nem. És nem mondjátok azt a fiataloknak, hogy a mai világban nem igaz. A mai világban is Isten gondviselése velünk van. A többi az nincs maga. Ez nem érdekes. Ugyanaz a mennyei atya adja igaz. Ugyanaz a mennyei atya vigyázás ma is, mint 100 000 évvel ezelőtt.
eljöttünk, hogy kimáljunk, mint a legnagyobb országosan, polgár szentségben elhasztott sírámainkat, műveinket, hogy életeket szeretettel. Gondolomban elhasztott betegeinket, tőle eltávolodott rokonainkat, barátainkat, ismerőseinket, hogy kegyelmet zsugorának erejével gyógyítsd meg őket, a bűneket pedig jég visszatartásunkba. Első állomás, Jézus halálra ítélik. Az egész világon szeressék, dicsőítsék, imádják, és hálával tiszteljék a legméltóságosabb oltári szentséget, most és mindörökké. Amen. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged. Szeretetemnek nem volt elég a kereszt halál. Mindig veletek akartam maradni, hisz gyönyörűségem az emberek fiai közt lenni. Táplálékotok akartam lenni, a szívetekben akartam lakni. Látod, azért én magam kérdeztem el magamat, örökös fogságra, szeretetem börtönében, a tabernákulumban. Éjjel-nappal be vagyok zárva, várok, rád várok. Az irgalmasság cselekedete fogokat látogatni, de ki látogat meg engem börtönömben, ki fogja föl szeretetemet. Ha szeretsz, hagyd el magadat, ítéld el magadat áldozatomnál. És a vélet válaszol, Uram, vedd a szívemet és vedd a szeretet egészen elégű áldozatára. Hadd vigasztaljak hideg, sötét börtönökben, szeretetemmel hadd megnincselek, de elhagyott, meg nem értett szent szív. Második állomás, Jézus magára veszi a keresztet. Az egész világon szeressék, dicsőítsék, imádják és hálával tiszteljék a legméltóságosabb oltári szentséget, most és mindörökké. Amen. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged. Igen. Magamban nekem nehéz eucharisztikus keresztet is. Vállaltam mindazt az elhagyatottságot, anyagságot, ahogyan kezelnek. Vállaltam a kiszolgáltatottságot, a megszentségtelenítés, a meggyalázás lehetőségét is. Csak azért, hogy a lelket enyedévé lehessek, hogy tápláljak önmagammal, isteni élettel. Átváltoztatom a kenyeret magamban, hogy ebben téged is átváltoztassalak magammal. Ugye a kisbabát sokszor kell szoktatni, etetni, táplálni, míg emberé növekszik. Neked is sokszor kell velem táplálkoznod, míg egészen átváltozol belém, míg eljutsz az isteni élet életségére. Harmadik állomás, Jézus először esik el a keresztel. Az egész világon szeressék, dicsőítsék, imádják és hálával tiszteljék a legméltóságosabb oltári szentséget most és mindörökké. Amen. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged. Isteni tervem az oltári szentséget először gondolkodott el, amikor a zsidókban beszéltem róla. Az első elesést az ő hitetlenségük, elutasításuk okozta. Hogy adhatja ez a testét nekünk eleget? Kemény beszéd ezt, kihallgathatja ezt? Mindent megtettem népemért, és ők válaszul gyűlöltek és megvetettek. Mert nem dicsőségesen jöttem, királyként, ahogyan vártak, hanem szegényen, alacsony sorban. Eucharisztikus testemben sem hittek. Nem hisznek bennem, most nem. Vaddűvel elmegyek a legméltóságosabb oltári szentséget, az ördög tükrében. A sátán evilág fegyelmen, övé a hatalom a világ felett. Tőle kapják az oltári szentség ellenségei a hatalmat. Jöjjön élek, aki az enyém vagy. Vigasztalj meg hiteddel, nézd, hogy szétlakosnak mint valami mérget.
milyen szeretet tűrni el az, amit az oltári szentségben szenvedek, elviselem, értetek, hogy köztetek maradhassa, hogy táplálhassa, hogy átváltoztathassa. Negyedik állomás, Jézus találkozik anyjával. Az egész világon szeretség, dicsőítség, imádják és hálával tiszteljék a legméltóságosabb oltári szentséget, most és mindörökké. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged. Mária tiszta szeretete elég ért, hogy vigasztaljon. Csak ő látta igazán egész mélységét a nyomorúságomat és gyöngességemet. Követett egészen a keresztény. Nem vagyott el, amikor mindenki elfogyott. Ő tudta, mennyire szeretem. Ha ti is megértenétek, mennyire szeretek benneteket, ti is úgy szeretnétek, ahogy anyám szeret. Menjetek hozzá. Tanuljatok tőle szeretni. Ő átölel engem szeretetével az oltári szentségben is, és vigasztal. Minden átváltozás után felállhoz az atyának, ahogy a kereszt alatt állva felállhozott. Micsoda szeretettel fogadott be, amikor megdöntetlen után János megáldoztatta, és hordozott a szívében, ahogy az utolsó vacsora óta is hordozott, ahogy annak idején az angyali köszöntés után hordozott, ahogy erzsébeteti áldozatán hordozott. Hol van olyan élet, aki úgy szeret engem, mint ő. Menjetek hozzá, és engedjétek magatokat kézen fogva hozzá vezetni. Ötödik állomás. Cirena és Simon kényszerítik, hogy segítsen a keresztet vinni. Az egész világon szeressék, dicsőítsék, imádják, és hálával tisztelják a legjobbóságosabb oltári szentséget. Most és mindenki. Amen. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk. Ez nem a szeretett tanítmány segített, aki legjobban szeretett engedni, aki boldogat volna, hogy segíthet, hanem egy idegen, aki nem is ismert, akit kényszeríteni kellett. Így akartam, mert kegyelmeket akartam adni Simonnak. János szeretete nagyobb segítség volt, mint a fizikai segítség. Ez előtt adott. Mekkora volt az örömöm az utolsó vacsorán, mikor ebbe a tiszteléleket térhettem be. Az ő szeretete megérdesítette szenvedésemet és enyhítette Júdás áldozása fölötti fájdalmat. Mivel a lelke olyan tisztelés, a szeretete olyan nagy, hogy segít nekem most is eukarisztikus keresztemet hordozni. Csatlakozz te is hozzá, lélek, aki nekem adtad magadat, és segíts a keresztemet hordozni. Taníts másoknak is a szeretetet, úgy, amint János. Hatodik állomás, Veronika kendőjét ünnepli Jézusnak. Az egész világon a szeretség, dicsőítség, imádják és hálába tiszteljék a legméltóságosabb oltári szentséget. Most és mindörökké. Amen. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged. Mert a szentélyezted által megváltottad a világot. Engesztelők jönnek és leborulnak, akiket legmegbúságosabb oltári szentség előtt. Szenvedjetek velem, amikor eukarisztikus arcomat kigúnyolják, legközösség földmutatosság. Nézzétek arcomon az ütések nyomait, véres szememet eltört orcsontomat, feldagadt bajkomat. Ajánljál, hogy megrázott szentséges arcomat a mennyei atyának. A ti tiszteletetek, imádásokat megvigasztal, a sok megvetésért, szentségtörésért, megnőzésért. Vilmárok könnyei, levossák arcomról a vért, a köpéseket mocsokat. Imádásokat könnyén illata elveszi a tisztaság elleni bűnök bűzét. Ez a tömény illat felszáll a Szent Háromság trónjához, és
szentségét, arcunk képét a lehetetlenre nyomunk. Ez a kép nem most adatlan lesz, mint örökké. Hetedik állomás, Jézus másodszor esik el a keresztre. Az egész világon szeressék, dicsérítsék, imádják és hálával tiszteljék a legmegyedőságosabb polgári szentséget most és mindenökké. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged. Mert a Szent Kereszted által megváltottad a világot. Másodszor egy Júdás érdemel meg az polgári szentségben. Várjátok, ti veletek együtt enni ezt a húsvéti vacsorát. Vágyva vágytam kenyérré lenni és egyesülni tanítványaimmal, lelkük táplálékával lenni. De azt kellett mondanom, tiszták vagytok, de nem mindnyájan. Egy közlemek elárul engem. Ma is ezt kell mondanom papjaimnak. Vannak most is, akik arra kényszerítenek, hogy bűnnek nem most volt lelkükbe térjekbe. Mindig voltak és lesznek tudások átból köztük. Szentségtől. És mit okoznak ezek azok a lelkében, akik tudnak bűneikről és látták őket áldozni? Igaz, szükséges, hogy botrányok legyenek, de jöjj a botránkoztatóknak. Ó, te, aki szeretsz engem, imádkozz, engesztelj ezekért, hogy nem mindnyájan vesznek el, akik elárultak engem. Hozd az orsátán harca ezekért a lelkekért. Ó, Uram! Te elárult, megvetett, megsebzett szív. Áld meg papjaidat, hogy ne legyenek árulókká. Adj az árulóknak egy cseppért megsebzett szívedből, hogy megsiratva árulásokat hozzád érjenek. Oda tartom el őket a kereszted alá, hogy rájuk folyjon vélet tisztító patakja. Nyolcadik állomás. Jézus találkozik a sírgó asszonyokkal. Az egész világon szeressék, dicsőítsék, imádják és hálával tiszteljék a legmegyedőségesebb oltári szentséget, most és mindörökké. Amen. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged. Anyáink lett gyermekeinkkel a legmegyedőségesebb oltári szentséghez. Ó, engedjétek hozzám a kicsinyeket, miért nem hoztok minden gyermeket hozzám? Nincs nagyobb öröm a szívemnek, mint ha ezeknek a kis ártatlanoknak a lelkébet életek be. Nekik adatok a hatalomhoz, Atya szívét megnyugítani, a ragját lecsillapítani, de milyen kevesen jönnek hozzám? Ne tartsátok vissza őket azért, mert kevesebb tudtam. A hitük és szeretetük nagy. Tudják ki az, aki a szívükbe jön, ezt elég. Áldottak vagytok ki anyák, akik felhoztátok hozzám gyermekeiteket. De jaj azoknak, akik el nem pusztítják őket. Ezekből a gyermekekből lesznek azok, akik meg akarnak semmisíteni a szentosztjában. Ha látjátok a megsemmisítés borzalmát, előttem sírjatok, hanem magatokhoz és gyermekeket. Akiket hozzám hoztok, azok volt egy ház, új fényben feltámolni. Kilencedik állomás, Jézus harmadszor esik el a keresztújjal. Az egész világon szeressék, dicsőítsék, imádják és hálával tiszteljék a legnagyobbságosabb oltári szentséget, most és mindörökké. Amen. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged. Mert a Szent Kereszted által megváltottad a világot. Harmadszor az újbogáról hitetlensége lövel az oltári szentségben. Hát, amikor megmenetelünk után, a zsidók elutasítottak, apostolaim okokának közé vitték Szent Igémet, és engem a kegyékben. Mennyi örömünk lett azokban, akik hittek az ő szavuknak. Ünnepet választottam az egyházat. És ez elterjedt az egész földön, amikor az oltári szentségben ünnepélyesen hordoztuk örömünkben az utcákon, reszketett a pokol. Mindent megáldottam a mellett.
embernek nem kell a keresztény, hanem a kórtján szentség. Hogyan is illetne benne? A keresztepeszik és nem volt nagy fájdalom, nem volt olyan fájdalom, mint amit az kórtályi szentségben szenvedek el. Vigaz életemnek hitetekkel, szeretetekkel. Szeretsz, szeres jobban, úgy, ahogy én szeretek. Imádás óta a szeretetedben áldozataimra hoz vissza nekem ezeket az útjogjátokat. Tizedik állomás, Jézust meghozják hozzájuk. Az egész világon szerenség, dicsőítség, imádják és hálával tiszteljék a legméltóságos oltári szentséget most és mindörökké. Amen. Imádunk téged Krisztus és áldunk téged. Amikor legtestesültem, megfosztottam magam minden hatalomtól. Isten védelmet olyan mellette, mint egy ember. Én magam fosztottam meg magamat, Isten. De az oltári szentségben még emberi hatalomtól is megfosztottam magamat. Még emberi alakomtól is. Mozogni sem tudok, amit az állatok is tudnak. Anyagúgyá lettem. Alacsonyabb rendű gyerek, mint valódiát már nem is felhívni fel. Mindez azért, hogy megyetek közeledni hozzám. A ti hitetekre van szükségem a hitetlenek megmentésére. Hány gyerek volt első áldozó, és többé felé sem néz. Gyertek hozzám gyakrabban. Gyertek minden nap. Gyertek kétszer egy nap, hogy ezeket visszahozzátok. Tizenegyedik állomás, Jézus keresztre szögezik. Az egész világon szeretség, dicsőítség, imádják és hálával tisztelik a legnyitóságosabb oltári szentséget. Imádunk téged Krisztus és áldunk téged. És ma a kereszteket már eltávolították a hivatalomból, kórházakból, iskolákból. Most az oltári szentség következik. A mise, amiben nincsen átváltozás. A félreállított üres tabernákulumok. Végtelen szeretettel szálltam le az égből, atyám öléből, annak idején zsidó népemhez, hogy hirdessem az örömhírt és megváltsam őket bűneiktől. És mit kaptam köszönetül? A gyűlöletből lángoló követelés. Feszítsd meg őt. Meg akartak semmisíteni. Végtelen szeretettel jövök minden nap keresztény népen lesz az oltári szentségben, hogy megköljek és isteni élettel tápláljam őket. És mit kapok köszönetül? Közömbösséget, unatkozást, megvetést, gyűlöletet. Tanításomat elfelejtik, a tabernákulumokat félreállítják, kivesznek a gyermeket, meg akarnak semmisíteni. Az ördög Istent az égben nem tudja megsemmisíteni, de az emberek szívében meg tudja semmisíteni a bűnnel, a gyerekek szívében hitetlenséggel, gyermek meggyalázással. Az oltári szentséget is meg tudja semmisíteni, a tabernákulumokból kivetteti, neki szolgáló hívével a testemet és megszentségkeremítheti. Ezeket a bűnöket csak imával, röjtel, lemondással lehet kiengesztelni. Hol találok áldozatos lelkeket? 12. állomás. Jézus megtartja ezt. Az egész világon szeressék, dicsőítsék, imádják és hálával tiszteljék a legnagyobbságosabb oltári szentséget, most és mindörökké. Amen. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged. Mert a Szent Keresztül által megváltottad a világot. A keresztem az volt a legnehezebb, amikor az Atyától elvegyek, ha éreztem magam.
Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? De ez csak rövid ideig tartott, és a halál megszabadított minden szenvedéstől. De most eucharisztikus testemmel egész a világ végéig keresztre vagyok feszítve. A világ keresztjére. A Föld lett a keresztje, amire rászögeztek, hogy megsemmisítsenek. Ki vagyok feszítve az egész Földre? Ahogy megígértem a bűnbánat adógyilkosnak, még ma velem leszel a paradicsomban, úgy megbocsátanék most itt a legnagyobb bűnösnek is, ha csak megbánná a bűneit. Ó, segítsetek engesztelésetekkel, áldozataitokkal, imáitokkal ezeket a bűnöseket megmenteni. És tudjátok, egy megtérő bűnösön nagyobb öröm van a mennyben, mint 99 igazon, akik igaznak képzelik magukat, és azt hiszik, hogy nincs szükségük megtérésre. 16. állomás, Jézus leveszik a keresztről. Az egész világban szeresség, dicsőítség, imádság és hálával tiszteljék a legméltóságosabb oltári szentséget most és mindörökké. Amen. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged. Szüntelenül folyik a vérem, a ti üdvösségetekre, bűneitek, bocsánatára vagy ítéletetekre, ha nem különböztetitek meg a közönséges tápláléktól. Mennyi vérem locson a földön naponta, anyagságból, nem törődömségből, gyűlöletből. Mennyi morzsára a oltári szentséges Istennek, Isten testemnek hull a földre, s taposnak rád, gondtalanul. Minden csepp földre hullott vérem engesztelést kíván. Minden földre hullott ostra részecske engesztelést kíván. Az angyalok eltakarják arcokat. Imádással vesznek körül minden földre hullott ostra részecskét, minden csepp szent vért. De vérem, értetek a hullott. Meggyalázását csak ember engesztelheti ki. Csak emberi imádás, emberi áldozat, emberi szenvedés. Ó, Uram, egyesen, kedvesen, szerelmem, olyan szegény és gyönge vagyok, hogy engeszteljen ki azt a sok szentségtörést. Nem tudok más, mint a vérted feljárva minden egyébként elő, ahogyan az angyal tanította a fatimai éveket. Tizennegyedik állomás, Jézus sírba helyezik. Az egész világban szeresség, dicsőítség, imádják és hálával tisztelik a legméltóságosabb oltári szentséget, most és mindörökké. Amen. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged. Amikor leletek a keresztről is, anyám ölébe fektettek meg, sírban nem bántott már senki, csak ő tisztelt. De már nem volt hatalmú fölöttem, de most eucharisztikus testemet kényszeríti bűnös lelkekbe betérni. A halálos bűnnel terhelt életben darabokkal szakítva feszítenek keresztre. Mennyivel szívesebben születnék újra, és engedném magamat keresztre feszíteni. Olyan nekem az a szentségtől életem, mint a pokol tüzetébe. Hogy kell lennem, ahol az öltől az úr? Vele egy életben, vele együtt, mint a pokolban. Szét marcangolja a pokol, de ártatlan testemet. És mindezt tudtam előre, és vállaltam. Értetek? Hogy távolhassak, Istenné változtassak. Ó, használjátok fel ezt a lehetőséget. Vegyetek magatokhoz, imádjatok. Hosszabbítsátok meg együttlétünket a kitett oltári szentség imádásával. Hordozatok szívetekben, miután magatokhoz vettetek. Ne szabadjatok rögtön el,
ne felejtkezzetek meg rólam, beszélgessetek velem, szeressetek, adjatok hálát, mondjatok el mindent, amit lánt, aminek örültök, kérjetek, mindent kérhettek, kérjetek sokat, hiszen végtelenül gazdag vagyok. Kérjetek kegyelmeket másoknak és mindenkinek. Imádjatok mindenki helyett, mindenkiért és mindenki nevében. Ajánljátok fel kiontott véremet, szent sebeimet az Atyának, mindenkiért, mindenki helyett és mindenki nevében. Csak ez menteti meg a világot. Örök Atya, felajánlom neked a te mindenek fölött szeretett fiat, amikünk Jézus Krisztus testét és férjét, lelkét és istenségét, engesztelésül mindazért a sértését, anyagságért és szentségtörésért, amit a legnyilkosságosabb portáli szentség ellen eltövetnek. A fájdalmas szűzközben járására kérünk, téríts meg a szegény bűnösöket és ments meg a haldoklókat. Ámen. Oh,
kérésem, hogy a csoportok és mindenki, aki részt vesz a szentmisén, utána ne menjen